Átadta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a mintegy 1,2 milliárd forintból megvalósult beruházást Lentiben. A fürdővárosban két gyáregységgel rendelkező Kreaton Kft. Vezetői az új présgépeknek köszönhetően évi 6%-os termelési növekedéssel számolnak. A projekt részeként elkészült egy új 706 négyzetméteres épületrész, oda egy energiafelügyeleti rendszert is telepítettek a szakemberek. Csökkenteni tudjuk energiaigényünket, és a fajlagos üvegházhatású gázkibocsátást is 5%-kal tudjuk redukálni. A beruházás környezetbarát mi voltára is rávilágított Járomi Judit az Avatón. A Kreaton ügyvezető igazgatója azt is kiemelte, a projektnek köszönhetően több új szakembert is felvehettek a lenti gyárba. Az átadón Víg László országgyűlési képviselő mellett Szijjártó Péter is felszólalt. A miniszter kiemelte, az 1,2 milliárd forintos fejlesztéshez az állam 282 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott. Ahogy fogalmazott, ezzel bebetonozva 222 ember munkahelyét. Rávilágított arra is, hogy a cégcsoport Európa egyik vezető tetőcserépgyártó vállalata. Így megtehették volna, hogy más országban fejlesztenek, de Magyarországot választották, ami a lenti gyárban működő szakmai munka óriási sikere. A beruházás önmagán túlmutató jelentőségű, tekintettel arra, hogy a gyártás során kizárólag helyben kitermelt, természetes alapanyagokat használnak fel, és 70% fölötti export hányaddal dolgoznak. És a tulajdonos cégcsoport már a Európa vezető kerámia tetőcserépgyártó vállalata, ezért nyilvánvalóan nem volt önmagától értetődő, hogy ezt a beruházást ide hozzák, vihették volna számos más helyre is, azonban a lentiben dolgozó munkatársaknak, az itteni cégvezetésnek köszönhetően ez a beruházás végül ide került. Egy, és indul a présgép. Gratulálunk! Európa egyik legnagyobb tetőcserepét gyártják a lenti üzemben. A két darab új kétfejes présgép csatasorba állításának köszönhetően idén több mint 41 millió cserepet készítenek a gyárban. Ezzel a kapacitás bővítéssel, párhuzamosítással az üzembiztonságot megdupláztuk, és emellett mindenféle karbantartási időkieső időnket áthidaljuk. Így az üzemünk tulajdonképpen az év 365 napjában, 24 órájában maximális kapacitással tud üzemelni, így az energiahatékonyságunkat további 5,5%-kal tudjuk csökkenteni, ugyanígy az energia hatékonyság mellett a CO2 üvegházhatású gáz kibocsátásunk is közel 6%-kal csökken. A Kreaton csoport első gyáregységét 2004-ben, a másodikat 2008-ban adták át Lentiben. A cég jelenleg 222 főt alkalmaz a fürdőváros határában, közülük 201-en magyar munkavállalók.